Lokárnok Kolostorból. Most érkeztünk ide föl. Itt lehet följönni a Kolostorba. Hada sikló húzott föl bennünket. A kolostor belsője. Nagyon szép, gazdagon díszített. Ez egy picike templom, de nagyon hangulatos, egy barokk stílusú templom, látszik a díszítésén. Nemrégiben újították fel, ezért van ilyen jó állapotban. Most a története úgy kezdődött ennek az egész hegynek, hogy Szűz Máriának szentelték, volt egy ferences szerzetes Bartolomeo, aki meglátta Szűz Máriát, megjelent előtte a képe, és akkor azt gondolta, hogy az egész hegyet azt szeretné Szűz Máriának szentelni, méghozzá olyan módon, hogy elkezdett kápolnákat építeni. Először a hegy lábánál, egyre többet, cikcak alakban, ezt messziről lehet látni, és itt érnek véget a kápolnák, ahol a Madonna del Sasso templom van. Itt van ennek a siklónak a pályája, amin följöttünk, és ott van a megállóhely, ott állnak az emberek, és éppen most érkezett be a sikló. És így néz ki, egy kicsit alacsonyabbról ez a ferences rendi kolostor. Talán innen még jobban néz ki ez az apátság. Locarno főutcája. Gyönyörű szép. Szervusztok! A főutca a másik irányban.